Üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ez nem egy rendhagyó rész lesz. Rögzítettem az első rész kamerával együtt, majd amikor végeztem a két mérkőzéssel és kiléptem a játékból, a kedves kamerám ismételten úgy gondolta, hogy megviccel. 3 másodpercet rögzített mindabból, amit felvettem, tehát arra az elhatározást jutottam, hogy innentől kezdve telibe szarom az egész kamerát, és anélkül lesznek videók. Ha esetleg találok rá későbbiekben valamilyen megoldást, hogy hogyan lehetne megoldani azt, akkor lesz kamerás videó is, de addig átállok a csak hanggal rögzített videókra. Gondolom, hogy kevesebb nézettség lesz rá sajnos, de hát ez van, aki szereti a videóim, az tulajdonképpen így is meg fogja nézni, máshogy sajnos nem tudom megoldani, úgyhogy most megpróbálom alá kommentelni az eseményeket, ami a Lion Elszabadul című sorozat első részében történt. Na üdvözletem mindenkinek, Krisztián vagyok, és ebben a videóban el fogom kezdeni a Lion Elszabadul című sorozatot. Ugye, mint nagyon sokan vártátok már ezt a sorozatot, iszonyat mennyiségű like jött az előző videóra, több mint 700, soha az életben nem jött még ennyi like egy videóra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek igazából, aki bármilyen formában támogat, és ezt a like-okra értem. Tehát akkor vágjunk is bele a dolgokba. Itt láthatjátok most a csapatomat, amit összeraktam. Ugye 10 darab ezüst játékossal fogom kezdeni ezt a sorozatot, és még messzivel. Folyamatosan beszámoztam a játékosokat, tehát megvannak adva a bizonyos számok, és 2 darab számot legeneráltam a random.org nevezeti oldal segítségével. Ezek a számok láthatóak lesznek itt a képernyőn, és az LB-t, illetve az egyik KVK-t fogom lecserélni az adott módon, mert azokat a számokat dobta ki a random.org nevezetű oldal, és ezt majd látni is fogjátok a videóban. De akkor vágjunk is bele a dologba, és keressünk gyorsan egy ellenfelet. Meg is van az első ellenfelem, Ibecsu. Hát igen, ez egy elég jó kis aranycsapat, ugye Martin ezzel a csatársorban, és van ott még egy Kelvin, akinek 5 csillagos trükkmozdulata van. Hát, meglátjuk, hogy hogyan sikerül igazából ez a mérkőzés. Szöglet. És egyből meg is szerezte a vezetés sajnálatos módon az ellenfelem a 10. percben. Egy beadás után Kelvinnel egy gyönyörű gólt fejelt. Tehát már is hátrányból indulunk. Szöglet, majdnem sikerült egyébként Messivel egyenlíteni, de aztán mégsem jött össze. Aztán mégiscsak összejön Leo Messi, hatalmas fejes góljával sikerül egyből egyenlítenünk a 25. percben. Hát ez egy parádés fejes volt Messitől igazából. Nem sok minden történt egyébként a meccs folyamán, amint láthatjátok, már a 90. percben tartunk, iszonyat nagy cselgépről beszélünk, az ellenfelem rendkívül sokat cselezett és szétbolondította a Silver játékosaim. Itt ugye láthatjátok, hogy a végén egy igencsak nagy helyzetbe került. Mindenképpen valahogyan ki kéne bekkelni ezt a dolgot, és legalább a döntetlent megszerezni. Ugye én nem tudok cserélni sajnálatos módon, ugyanis ez a szabályzatban benne van, hogy mindig csak azzal a 11 játékossal fogom játszani a mérkőzéseket, akivel ugye elkezdtem, és lefújta a mérkőzést a bíró. Itt rengeteget gondolkodtam, hogy tulajdonképpen hogyan is legyen ez a történet, tehát most döntetlennek könyveljem el, vagy pedig folytassam a hosszabbítással, de egyfene lejátszottam a hosszabbítást is, és itt ezt. Hát mekkora gól Leo Messivel, Úristen! Hát ez gyerekek életem gólja volt. Szétordítottam magam. Isten verte nagy gól volt ez, amit vertem vele, te atya úristen. Hát nagyon-nagyon sajnálom egyébként, hogy ezt nem láthattátok így élőben. Puh, azt a mindenit.
és pont a hosszabbításban egy ilyet beverte, jó Isten. Hát igen, ezért kerül ő majdnem 7 millió zsetonba, nem hiába. Kapusnak esélye nem volt rá, hogy ezt megfogja. Külivel oda tette szépen Messi fiú. Már nagyon kevés volt igazából az első fél időből hátra, ugye a hosszabbításból, de hát megint szétbolondította a védelmemet, és így sikerült neki 2-2-re egyenlítenie. Hát ezek ellen, a cselek ellen igazából nem sokra mentem az egész meccs alatt. Már a 107. percben járunk, mikor egy iszonyatosan buta hiba miatt sikerül neki összehozni egy 11-est. Martinezt akasztotta az egyik hátvédem sajnálatos módon. És igen, középre lőtte a 11-est, így hát nem is sikerült nekem hárítani. Itt igazából azt gondoltam, hogy teljes mértékben elúszott ez a mérkőzés, és sajnálatos módon nem sikerül megnyernem. De jött aztán Messi egy gyönyörű fékshottal, és sikerül egyenlítenem szinte majdnem a legeslegvégén. Ezzel 3-3 lett az állás. És ezután a srác kirécselt, és nem játszottuk le sajnálatos módon a 11-eseket, tehát ez sikerült. Majd ugye vásároltam, ahogyan megbeszéltük, vásároltam egy új játékost, nem másra, mint Nachóra esett a választásom. 89-es futási sebessége van, 70-es védekezése és 72-es fizikája. És 4500 zsetonba került ez a játékos, úgyhogy nem egy olcsó szerzemény volt, de remélem, hogy mindenképpen be fog válni a következőkben. De akkor keressünk is gyorsan egy másik ellenfelet. És meg is van a következő ellenfelem, Jacob Gaming néven, 69-es chemistry, hát igazából nem az összhangra törekedett a gyerek, az egyszer biztos. Két darab bronz játékosa van, a többi mind ugye rare gold. Tehát azt gondoltam, hogy igencsak nehéz dolgom lesz ez ellen a játékos ellen. De szerencsére a játék tudása nem fette azt, hogy milyen csapata van. Tehát Messivel egyből meg is iramodtunk, nem sokat szórakoztunk, és meg is szereztük egyből a második percben a vezetést. Első lövés, első gól, nincs miről beszélni. Messi ismételten hozza a parádés formáját, és egyből a meccs elején beköszönt. Messivel ismételten megszereztük a labdát. Egy kis behúzások. És egy hatalmas löket, amit bravúrosan védett a kapusa. Majd érkezett a szöglet. Hát igen, igazából ennyi történt ebben az epizódban. Sajnálatos módon ugye kirécselt az ellenfelünk. Ezt egy 1-0-ás győzelemnek könyveltem el. Nem szerettem volna, hogy 3-0-ás győzelem, és akkor egyből már inform vagy 50 ezer feletti játékost veszek ugye a KVK pozíciójába. Tehát mindenképpen 1-0-ás győzelemnek könyveltem el ezt a dolgot. Majd ugye KVK-ba sikerült beszereznem egy gold játékost, ugye az 1-0-ás győzelem miatt, aki nem más, mint Bergara volt. És gyakorlatilag ennyi lett volna ez az epizód. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, és ígérem, hogy többet nem lesz ilyen, hogy utólag mondom alá a történéseket. Remélem nem egy nagy problémának veszitek ezt, hogy nem lesz kamera, de sajnos semmiképpen sem tudom megoldani. És arra gondoltam, hogy szerintem sokkal fontosabb az, hogy a hangminőség és maga az élmény sokkal jobb legyen, mint hogyha mondjuk tegyük fel, láttok egy kis képkockát belőlem, de a hang az iszonyatosan rossz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, és azt, hogy ennyien támogattátok ezt a sorozatot. Remélem ez a
jó széria nem fog megszakadni, és erre a videóra is sikerül legalább egy 200 like-nak összejönnie. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer, és én Krisztián voltam, további szép napot mindenkinek, és a következő videóban már rendesen beszéléssel és élő dologgal fog jönni, úgyhogy én Krisztián voltam, szép napot mindenkinek, sziasztok!